Két év kihagyás után ismét megszervezik a TEDx Marosvásárhely konferenciát. Kreatív elmék témában 12 előadó fog fellépni szombaton a Kultúrpalota nagytermében. Kreatív elmék témával tér vissza a TEDx Marosvásárhely konferencia. A világszinten is ismert esemény a koronavírus járvány miatt két évig halasztódott, idén viszont november 26-án szombaton visszatér a Kultúrpalota nagytermébe. Szabó Péter, a marosvásárhelyi TEDx kurátora híradónknak elmondta, a konferencia szervezése során külön odafigyeltek arra, hogy egyenlő arányban jelenjenek meg a román és magyar szakemberek a külföldi előadók mellett. Adott egy közös téma, ami most az idén a Creative Minds. Erről fog beszélni 12 előadó, viszont a teremben is nagyon sok érdekes ember lesz, és nagyon sok barátság, ismeretség született már a múltban is, olyan is volt, aki az élete párját megtalálta egy TEDx-en, de a másik, amiért ez szintén fontos, ez egyfajta hídként is elképzelhető a magyar és román közösség között. Cilman Zsuzsa főszervező elárulta, céljuk az volt, hogy minél színesebb előadásokon vehessenek részt az érdeklődők, így már áprilisban elkezdték az előadók toborzását. Úgy próbáltuk összeállítani, ezt áprilisban kezdtük el, hogy ilyen brainstorming estéket szerveztünk, ahol mindenki, aki a szervezőcsapathoz valamilyen módon kötődik, és még barátokat is hívtunk, bedobálták a neveket, hogy kiket lehetne meghívni, és ki az, akit szívesen látnánk színpadon, vagy valószínű, hogy eljön, és akkor a legvadabb embereket kerestük meg. Előadást tart majd például James Fell, aki a Káromkodó történet rovat írója, amelyet havonta milliók olvasnak, Szakács Botond, a kereken guruló moduláris otthon prototípusának egyik megálmodója, és Irina Rimész énekesnő, valamint számos más terület szakértői.